Magyar tánc sikerekről számolunk be a következő néhány percben. Vendégünk Juhász Ágnes, a Stúdió 2000 Táncsport Egyesület művészeti vezetője. Üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Ugye magyar tánc sikerekről beszéltünk. Milyen Pesten Témén rendeztek versenyeket, nemzetközi versenyekről van szó. Milyen versenyek voltak ezek, amelyekről most beszélgetni fogunk? A Magyar Táncsport Szakszövetség minden évben megrendezi a bajnokság sorozatot, amiben minden korosztály, minden osztály összeméri a tudását, tehát tulajdonképpen bajnokot avatnak egy évben egyszer. És a szövetség most idehozta a sportkastélyban, volt megrendezve a bajnokság sorozat, ami szerintem az egyik legideálisabb helyszín volt ezekre a nagy versenyekre. És itt vettek részt a mi tanítványaink is többen, tehát a stúdiós táncosok. Itt említsük meg, mert lehet, hogy a nézők, ugye már korábban beszélgettünk, de hát ha a nézők még nem tudják pontosan, hogy a tánc mely műfajairól van szó, ugye ez nagyon fontos. Ja, igen, a versenytáncról van szó, a standard és latin-amerikai táncokat foglal magába, de idén volt kerekesszékes bemutató, ami egy új ága a szövetségnek, illetve volt bugi-vugi, magyar bajnokság, nagyon színes volt a program, aki kilátogatott esetleg. Mekkora volt a mezőny? Milyen országokból jöttek? Körülbelül hányan? Tehát egy mekkora zsibongást kell elképzelnünk? Rengeteg néző volt. Tömve volt a sportkastély, de ez nem nemzetközi verseny volt, mert ez a magyar bajnokság volt, tehát itt a magyar párosok mérték össze a tudásukat. Aki viszont itt a legjobb, illetve az első kettő, ők képviselik ez évben a világbajnokságokon az országunkat. Hol lesz a világbajnokság? Nekünk nagyon nagy büszkeségünkre van három párosunk, akik a legjobbak között végeztek, és ők fognak indulni az Európa és világbajnokságokon. Az ifjúsági világbajnokság most lesz húsvétkor Spanyolországban, a felnőtteknek a latin-amerikai világbajnoksága Dániában lesz, és a profit, most nem emlékszem, van egy profi párosunk, aki delegálva lesz eredménye alapján, és azt nem tudom, hogy hol lesz pontosan, később lesz nyár elején. Ezt a három győztes párost bemutathatjuk, hogy kik ők, és hogy melyik műfajt kép, illetve hogy melyik számot képviselik? Természetesen, nagyon szívesen. Ifjúsági latin magyar bajnokságon lett Horváth Kende Soma és Horváth Zsófia a második helyezett. A felnőtt latin-amerikai bajnokságon lett Nagy Mihály Balázs és Szalai Ágnes a harmadik. Ők a ranglista pontjaik alapján kerülnek delegálásra, és profi latin-amerikai táncok profi magyar bajnokságán pedig Turcsány Gergely és Bendó Csilla lett a második. Ezek nagyszerű eredmények. Hogyha ők elmennek a nemzetközi megmérettetésekre, azoknak mi a tétje? Tehát mit jelent egy táncos számára, hogyha ott jó eredményt ér el? A magyar párosok, illetve a magyar versenytáncosok azt gondolom, hogy lassan-lassan felküzdik magukat a középmezőnybe, a világ középmezőnyébe, és például tavaly a felnőtt párosunk Nagy Mihály Balázs és Szalai Ági a 24-ben táncolt a világbajnokságon, ez 90 páros közül jelenti a 24 legjobbat, ami én azt gondolom, hogy egy világversenyen, és azt nézzük, hogy hol áll a magyar versenytánc nemzetközileg, ez egy nagyszerű eredmény volt. Ezért erre nagyon büszkék voltunk, meg nagyon örültünk neki. Szeretnénk idén az Európa-bajnokságon is a 24-et megpályázni, hát aztán meglátjuk, mind a páros formájától függ, nagyon készülünk rá. Egyszerű. Ugye az Egyesület működik Pest-Szent Imrén is, tehát igen, itt is vannak órák, foglalkozások, találkozók. Hogyha valaki szeretne megismerkedni a munkájukkal, hogyan találja meg önöket, mikor, és hogy egyáltalán be lehet-e csatlakozni még ebbe? Igen, a PIK-háznak a weboldalán, illetve a Facebookon meg lehet találni az elérhetőséget, és meg lehet találni a programokat, amiket szerveznek. A nagyobb megindulást, illetve azt mondanám, hogy a népszerűsítést szeretnénk szeptemberben újraindítani, és akkor egy kicsikét megpróbáljuk felpezsdíteni Pest-Szent Imre táncos életét. Most már készen van a gyönyörű új PIK-ház, ahol van egy gyönyörűséges tánctermünk, és oda várjuk majd szeptembertől a táncolni vágyókat, már picikortól, és több műfajra, például szalszázni is meg lehet tanulni.
Addig itt a közvetlen környezetünkben láthatja önöket valaki, tehát akár rendezvényen, vagy akár így műhely munka közben? Igen, az Egyesületnek több rendezvénye lesz még ez évben. Például ebből az egyik a május végén egy ilyen évzárónak szánt kis táncgála van szerveződőben, ami a Pikházban lesz megtartva, illetve lesz Kiskuhalason is egy táncgála, lesz egy U21-es magyar bajnokság, országos bajnokság, amit mi szervezünk, tehát nagy munkában vagyunk így programügyileg is, de hát a legfőbb célunk az az, hogy minél több fiatalt bevonni a versenytáncba, illetve a bajnoki sorozatban most az Egyesület a legjobb 6 között végzett, jövőre 6.-ként végzett, és jövőre szeretnénk az ez évi eredmények alapján dobogóra állni. Ezen igyekszik az Egyesület 90 versenyzője, meg hát minél több versenyzőt bevonni aki a munkába. Ezeken az eseményeken szeretne ott lenni, van-e olyan információforrás, ahol tudja pontosan, hogy melyik, mikor, tehát akár egy honlap? Igen, természetesen az Egyesületnek van egy honlapja, ahol minden tudnivaló információ megtalálható a munkánkról, programjainkról. Ez a studio2000.hu oldal. És akkor itt minden információ fent van. És itt minden fent van, igen. Gratulálok az elért sikerekhez, és hát a továbbiakhoz pedig sok sikert kívánok. És köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. És köszönöm a meghívást.